Fejezd már be, hagyd már békén szegényt! Már majdnem életre keltem, meg elrontold! Sziasztok, én ennek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit! Szerintem már mindegyikünkkel előfordult az, hogy bent felejtettünk egy szendvicset a táskánkba, rövid időre, 3 hónapra, egész nyárra, majd pedig, amikor mennénk vissza az iskolába, így nézegeted a cuccaidat, és így megtalálod, hogy oppá, itt vagy, te már mozogsz? Ebben a videóban timelapse-eket fogunk megnézni méghozzá ételekről, ugyanis az ASMR videók annyira 2019-ek, az új trend, a kaja timelapse. Még mielőtt belekezdenénk ebbe az egészbe, jó tanácsot szeretnék adni mindenkinek, hogyha esetleg ennétek, én nem tenném a helyetekben. Én előre szóltam, na de akkor kezdjünk is bele. Így bemelegítésként kezdjünk valami lájtosabban méghozzá egy pohár vízzel, és nézzük is meg, hogy mi történik a vízzel, hogyha a szobánkban hagyjuk, már 48 órája, annyira gyorsan pörög az idő, hogy nem is tudom szinte kommentálni, ugyanis már 90 óránál vagyunk. Mi úszkál itt a tetején? Némo, te vagy az? Némo! Mennyire nem innád ezt már meg amúgy? Most pedig egy hét után már elkezdett kicsikét zöldülni, és teljesen megadta magát, sőt egyre gyorsabban zöldül már. Fúj. Mintha valami halastó lenne ez az egész, full úgy néz ki. És akkor át is léptük a 2 hetet. Egyre undorítóbb lesz ez már csak. Hát aki ezt meginná? Ezért is jók amúgy az ásványvizes palackok, ugyanis légmentesen le van zárva a víz, és nem lesz belőle, lesz haver. Kíváncsi lennék amúgy, hogyha egy lapot rátettünk volna a pohár tetejére, akkor mi történik vele? Akkor talán kevésbé kezdene possadni, vagy nem? Hát ezt már nem fogjuk megtudni. Teljesen el fog amúgy a végére párologni szerintem. De gondoljatok csak bele, hogy mennyi idő lehet egy ilyet megcsinálni, és mennyi türelem kell hozzá. Lassan 30 napnál vagyunk. És elkezd visszatöltődni a pohár, most mégis mi tört? Ja? Hogy visszafele van játszva az egész klip. Aztán lehet, hogy az életünk csupán hazugság. És igazából a víz először olyan, mint itt. És ha sokáig állni hagyjuk, akkor lesz tiszta víz. És csak átver minket a rendszer. Na de inkább nem tolom túl, hanem menjünk is tovább a következő videónkra, ahol már egy kenyeret láthatunk a változatosság kedvéért. Első napon vagyunk még csak. Nem is rossz, nem is rossz. Már a második napnál tartunk, ezt még megennéd lazán szerintem. El is érkezik a harmadik nap, amikor kezdenek begyorsulni a folyamatok. És jön az a fránya penész. Nem már, és ilyen közelről nézhetjük. Na ez már valami. Mi van ilyenkor az életemben? Azt nézzük, hogy egy kenyéren nő a penész. 6. napnál tartunk már jelenleg. Mindjárt több lesz a penész, mint a kenyér. Hallod? Milyen jól néz már ki. Jó, egyben azért gusztustalan is. Nem is kicsit. Már a 10. napnál vagyunk lassan. Annyira sajnálom ilyenkor, hogy szagokat nem ad át ez a videó. És hogy nem érezhetjük ezeket a kellemes illatokat. Fúj. Fúl úgy néz ki itt, mintha valami pörkölt lenne amúgy. Közelebbről nem lehet nézni esetleg? Vidd már messzebb azt a kamerát, kérlek! Fú, de beleharapnék most. Jó kis parizerrel megbolondítanánk meg minden. Jó, inkább nem undorítoskodok most. Nézzük is tovább, hogy még mi lesz itt. Pedig még csak a 15. napnál vagyunk. Hát ha így haladunk, lassan szilárd halmazállapotú lesz ez. És a 16. nappal le is zárult ez az egész. Nagy szerencse, hogy nem kezdtek bogarak rászállni vagy valami, mert akkor még undorítóbb lett volna szerintem.
Na de akkor evezzünk is jobban bele a timelapse tengerbe, és nézzük meg végre egy kész ételt, méghozzá a carbonara spagettit. Még csak 6 óra telt el, 9 óra, ja, hogy már mindjárt 20 óra, ha? Fúj, kezdődik. Még nem rossz a helyzet annyira. Próbálom menteni a menthetőt, tudod? Csak ne legyenek rajta legyeknek semmi. Hát nagyon gusztusos. Eltelt már egy hét. Hover! Az ott, mint valami kis muslince lett volna. Nézd meg! Hopp-hopp! És ugye a végén már ilyen giriszták másznának ki belőle, tudod? Mindjárt kezd életre kelni és mozogni fog. Nézd csak oda. De ezek itt bogarak, nem? Amik elkezdik enni. Ez a cucc se volt eddig itt. Meg ez is egy légy. Haver, mondom én. Ez az egész kezd egyre undorítóbb lenni. Csak ne legyenek ilyen kis giliszták. Már 2 hete ott van. Mindjárt kiderül, hogy nem csak a pókoktól félek, hanem a romlott kajáktól is, amik már majdnem mozognak. Na nézd meg, mint a komolyan lélegezne. Egyre több bogár van már körülötte. És most jönne valami állat és megenni. Hallod? Ne legyen igazam, könyörgöm. Így majdnem úgy néz ki, mintha valami kínai tészta lenne. Ha eddig nem volt undorító, hát most már az. Fejezd már be, hagyd már békén szegényt! Mert majdnem életre kelte, meg elrontold. Mindenki vegye most szerintem egy nagy levegőt. És nyugodjunk meg. Figyelj, ha így nézed, nem is néz ki olyan rosszul, ezt még lazán fel lehetne tálalni. Volt már itt víz, volt már itt kenyér, volt már itt tészta. Na de mi történik akkor? Ha megfogunk egy doboz kólát, beleöntjük egy tálba, utána pedig beleteszünk a tálba egy kenyeret. Hát most ezt fogjuk megtudni. Tudom jól, hogy mindig is erre vágytatok, és most ki fog derülni, hogy mi lesz ebből az egészből 30 nap alatt. Jön is a kóla. Ezt nézni is rossz amúgy, pedig még el se kezdődött a lényeg. És kajak valaki úgy nyomná a bundás kenyeret, hogy kólába. Fúj, de undorító állaga van már most, pedig még csak egy napja van benne. Hallod? Full úgy néz ki a kóla most, mintha egy elkezdene megfagyni és egy jégpálya lenne belőle. Csak nekem jutott az eszembe. Igen? Menjünk tovább akkor. Hát most már nagyon nem úgy néz ki. De jó, nézhetjük közelebbről. A kenyér amúgy teljesen ilyen állagú lesz, érted? Biztos, hogy érted, mire gondoltam. Figyelj, egy túlborsozott omletnek ez még elmenne. Most már amúgy nem is nagyon történik vele semmi. Csak a végén ne... Azért a legyek ott szálingóznak, csak a végén ahogy elkezd kevergetni, vagy valami, mint az előbb. Mert be kell vallani, annál azért kevés undorítóbb dolog van. Hallod? Nehogy hozzányúj, fogd meg és tányérost tud dobd ki a kukába. Miért? Egy kis kenyeret valaki, majdnem olyan állaga van, mint a Nutellának. Haver! Nézzetek el amúgy szerintem ti is, azt tanácsolom nektek, ha még akartok valaha enni. Így a videó végére nézzük meg, hogy hamburgerekkel mi fog történni. A bal oldalon lesz egy kézműves hamburger, a jobb oldalon pedig egy ismert gyorséttermi láncnak a hamburgere. Én személy szerint nagyon szeretem a burgereket, szóval kedves videó, kérlek szépen, ne roncsd el ezt nekem. Első napon, sőt már második napon vagyunk,
és még nem is annyira rossz a helyzet, sokkal rosszabbra számítottam, de szerintem a gyorséttermi hamburger sokkal jobban fogja bírni, és lehet, hogy a 30. napon se fog különösebb dolog történni, biztos, hogy a kézműves sokkal hamarabb kezd el penészedni. Aha, nézzétek meg! Az alján már el is kezdett. Mindeközben a gyorséttermi hambén szinte nem is látszik semmi, most annak ellenére, hogy teljesen elfonnyadt a saláta meg a paradicsom, na jó, azért a hús is undorítóbb sokkal, meg az egész, meg már bogarak mászkálnak rajta. Szegény hambi. Morzsoljunk elért egy könycseppet. A jobb oldalának a zsemléje pedig még kicsit sem kezdett el penészedni. Bezzeg, a kenyér, amit néztünk, az már a 4.-5. napon elkezdett? Elég érdekes amúgy ez. 55. nap, 60. nap, 70. nap, és még mindig ugyanúgy néz ki. Mintha nem is telne az idő. 80. nap. Amúgy én most rendes meg is éheztem mindenféle vicc nélkül, szóval én most megyek enni. Na de ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok egy hatalmas nagy lájkot, és akkor lehetséges, hogy lesz majd következő rész is. A Facebook, illetve az Instagram oldalam ott van lent a leírásban. Ha még esetleg nem tetted volna, mindenféleképpen nyomd be a csengőt, és akkor mindig értesülni fogsz a legújabb videóimról. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk egy következő videómban, addig is szevasztok! Fejjel haver, hogy lássátok a kis bajszomat!